már volt, hol nem volt. Volt egyszer egy magányos kutya, akit Zeusnak hívtak. Zeus egy nap találkozott egy árva delfinnel, Roxannal. És valami lenyűgöző... Kommunikálnak, beszélgetnek. Hihetetlen, varázslatos dolog történt. Zeus nem mindennapi kutya. Képes a fajok közötti kommunikációra. Nem nagy ügy, én mindig szoktam Zeushoz beszélni. De Zeus a delfinemmel beszélget. Sírni tudnék az örömtől. A tudósoknak... Vissza kéne hozni Roxant a laborba. A nyílt tengeren tilos delfinre vadászni. Ez olyan rejtély, amit mindenáron meg akarnak fejteni. Jó móka lenne elfogni ezt a delfin. A kutatási alapelveink ettől egy icipicit eltérnek. A három gyerek számára... Te szereted a mamánkat? Ha, persze. El is vennéd feleségül? Olyan csoda, melynek segítségével újra igazi családban élhetnének. Ha akarod, tedd a kezed a derekamra. Rendben. Jók vagyunk. Zeusnak és Roxannak pedig... Zeus! Ezzel lépre csaljuk! Erre a csalira ráharap! Olyan barátság, amiért bármire képesek. Hol lehet Roxann? Meg kell találnom Terryt. Megvan! Egy olyan barátság története, amelyet mindenki lehetetlennek tartott. Zeus különleges kutya. Klassz hal! Olyan kaland, amely sokáig emlékezetes marad. Néha történnek csodák. Ebott a delfin. Hamarosan a mozikban. Hatalmas tűz volt a San Diego-i árvaházban. Néhány gyereket pusztakézzel kellett kihoznom. Jól vannak, de én most hogy kapok taxit a Burn Centerhez? Segíts már neki, papa! Hát, ha akarja, persze, igen. Köszönöm, köszönöm szépen. Ó, igen. Los Angelesben ez átlagos melónak számított. Ó, Istenem, nővér, adja meg a címét, esküszöm, küldök egy csekket. De senki sem csinálta olyan jól. Na, van bevő a diplomádra. Mint Tom Turner. A pénzem, a tárcám! Kiraboltak egy papot? A játékok, az árvák. Mennyit költött eddig? Nem igazán tudom, a fizetésem. Áldja meg az Isten! Áldja meg az Isten! Nagy vagyok számla fizetésben. Rendőrség, boldog karácsonyt, haver! Amíg arra nem ítélik. Egy hetet adunk, hogy munkát találjon. Igazi munkát. 9-től 5-ig, hetente 5 napon át, egy évig. 9-től 5-ig, bíró úr, nem túlzás ez egy kicsi? Hogy dolgozzon. Ez az ön új otthona. A döglött levéliroda. Itt minden levél kézbesíthetetlen és visszaküldhetetlen. Munkatársai. Ne integessen nekem az első napján. Először meg kell ismernem magát. Mintha morfó jöttek volna. Eső madár, leszállt! Tényleg megharapott egy kutyát? Épp a térdén. Ez itt egy küldemény Istennek. Superman, Elvis, Húsvéti Nyuszi és az Úr. Kényszermunka és misszió. Istenem. Ez még mindig nincs nálunk meleg víz, sem folyosói világítás. Egy kérés. Mit mondasz erre, Tom? Teljesítünk egyet. Igen! Jó! Olyan hivatást támasztott, ami csodának is beillett. A leveleink Istenhez kerülnek. A kislányom 9 éves lesz jövő héten, és csak annyit szeretne, hogy egyszer lovagolhasson. Önegyek annak reményében, hogy valamilyen csodás jelet lássanak. Azt hiszem, hogy az életem nem ér semmit senkinek. Segítség! Meg fog fulladni! Tartom! Megyek hozott elő között. A Pretty Woman rendezőjének és a Forrest Gump producerének filmje. Az emberek csodákat tesznek, és ezt te kezdted el. Tudod, nem köszönik meg, hogyha másokkal törődsz. Ja! Égi posta. Javíthatnánk a postai dolgozók megítélését. Azt hiszik, belebukom, és géppuskával fogok a jó népre lövöldözni. Hülyeség, mi? Isteni igazság, azaz postai szolgáltatás. Forgalmazza az Intercom. A boldog család életét. Nálad csodálatosabb gyereket el sem tudnánk képzelni. Egyszerre feldújja. Mrs. Newhall. Igen? A nevem Linda Emery. Egy nő a múltból. Hát, te vagy Jenny. Ismernem kéne magát. Én vagyok az anyukám. Greg! Mit képzel ez a nő? Kicsoda? Ő az igazi anyukám. Menj a szobádba, mars! Nem fogom tűrni, hogy ez a nő elvegye a gyerekemet. De mikor hirtelen meghal. Ne!
Ha az én lányomért állítana be valaki, én is nagyon dühös lennék. Nem akarta hagyják elvinni. Hagyják békén a feleségem. Hosszú évek hazugságai és bűnei kerülnek felszínre. A motel egyik lakója látott egy kis teherautót, amikor Linda Emery-t meggyilkolták. Magának is ilyen van, Mr. Newhall. Greg soha nem bántott senkit. Gyerekkorom óta ismerem. Mr. Newhall, tudott az ön felesége a viszonyáról Linda Emery-val? Te ismerted? Mr. Newhall, be kell vinnünk. Ne! Senki sem áll minden gyanú felett. Valaki be akar sározni. Jennifer, fel kell készülnöd a... Nem, az apám ártatlan. Gregory Harrison, Roxanne Hart és Timothy Busfield. A világon bármit megtennék, hogy megtartsalak. Meg is ölnél valakit? Anyák napja. Forgalmazza az Intercom. Semmilyen munkatapasztalattal nem rendelkezik. De anya vagyok. Már ezzel is sokat tanultam. Tudok bánni az emberekkel. Amikor először estem ki a gimiből, összeházasodtam vele, gyorsan tanulok, gyönyörű az irodája. Nézze. Julia Roberts. A számomat szerintem. Még nem elérkeztem. Akkor jól figyelj, 6. Ennyi idős a kislányom, 8. Ez a fiam kora, 2. Ennyiszer voltam férnél és vártam el 10. Ennyi dollár van a bankszámlámon. Erik Brokovich, zűrös természet. Mert nekem sem tetszett. Kvittek vagyunk. Okos vagyok és keményen dolgozom, és addig nem megyek el innen, amíg nem adja nekem az állást. Azt akarja, hogy könyörögjön. Nézze, most, hogy itt dolgozik, nem akarja lecserélni a ruhatárat? Amíg a fenekem feszes és kerek, azt hordok, amit akarok, ha nincs ellene kifogása. Maga viszont lecserélhetné a nyakkendőit. Miért vannak az ingatlanok tákos csatolva egészségügyi nyilvántartások és vérminták? Nem bánna, egy kicsit tovább nyomoznék ebben az ügyben? Azt hiszi, hogy csak úgy besétál oda és megkapja, amire szüksége van? A melleim csodákra képesek, nem? Persze. A hexavalent krómium veszélyes lehet. Az emberre nézve mérgező? Megölőzem. Maga ügyvéd? De hogy utálom az ügyvédeket, csak dolgozom nekik. Pótoljuk a hiányosságokat a beszámolóján. Ne kezeljen úgy, mintha idióta lenni. Nem tehetek arról, ha maga bajnába. Nem velem van itt a baj, maga nem volt férfival már ősidők óta. Keres másik állást, vagy másik hapsit. Életemben először tisztelnek és megbecsülnek a munkám miatt. Nem kérheted, hogy ezt feladjam. Személyes ügyként kezeled ezt az egészet, pedig nem ez az. Ez az én munkám, az én izzadságom, az én időm, amit a gyerekeimtől rabolok el. Ha ettől nem személyes, akkor semmitől! Elkapjuk őket, ugye? Mindegyiket aláírták, mindegyiket. Hogy csinálta? Egyszerűen azt csináltam, amihez értek. 634 embert elégítettem ki szexuálisan. Elég rendesen el is fáradtam. Erin Brokovich, zűrös természet, igaz történet alapján. Ezek az emberek arról álmodoznak, hogy úgy nézhessék a gyerekeiket fürdés közben, hogy ne arra kelljen gondolniuk, hogy a lányoknak 20 évesen mély eltávolításon kell átesniük. Ezt a vizet kizárólag az önök kedvéért hozattuk. Hamarosan megvásárolható. Forgalmazza az Intercom. 1969-ben, aki lázadni akart, Woodstockba ment. Akinek nem volt szerencséje, az háborúba. Aki pedig nem tudta, mit akar. Te vagy az egyetlen diákunk, aki nem tanult tovább. Nincsenek terveim, de az biztos, hogy nem akarom úgy végezni, ahogy az anyám. Jézusom! Claymore-ban kötött ki. A legmegfelelőbb hely számodra kevesebb, mint fél órára van innen. Üdvözöllek Claymore-ban, Susan. Sem világos. Miért kell elmegyógyintézetbe vonulnom? Én nem vagyok beteg. Tudom, a roma itt teljesen normális. Bedobtál egy doboz aspirint, kísérőnek pedig egy üveg vodkát. Csak fájt a fejem. Ha még egy lépést teszel, átdöföm az aortámat. Linda, az aortád a mellkasodban van. Jó tudni. Azok mi? Segítenek elaludni. Nekem nincs rá szükségem. Balízni akarsz? Nézz ide! Azt állítja, hogy szeretkezés után megkönnyebbül? Most őszintén, volt már valaha férfival? Gyakoriak és kiszámíthatatlanok a hangulatváltozások. Liza menőnek hiszi magát, mert szociopata. Én is az vagyok. Nem, te buzi vagy. Nincs meghatározott jövőképe, gyakran található pesszimista hangulatban. Teljesen igaz. Ez mindenkire igaz. Nem kellene itt. Engedjetek el! A világ gyökeresen megváltozott. Mit tudnak juttas ezek a normálisok? Juttasd ki magad! Menjünk! A fő
szereplőszerepben Winona Ryder és Angelina Jolie. Egy fagylaltot szeretnék. Tejszihabbal. Cseresznyével. És dilibogyóval. Előfordul, hogy nehéz beilleszkedni. Még meg nem találod a módját, hogyan engedd el magad. Észvesztő. Igaz történet alapján. Forgalmazza az Intercom. Tizenhat éves koráig Charles Cummings fekete-fehérben élte az életét. Fekete-fehér fényképeket készített. Fekete-fehér ruhában járt. Fekete-fehérben álmodott. Aztán föltött lencséje előtt a tökéletes nő. I decided to take you up on your proposition. Would you mind going off and playing with each other? Toss the ball around. And suddenly, és hirtelen bekattant valami. Élete legjobb képeit készítette élénk színekben. Csak egy fényképet akart, de nem mindennapi élmény mellett része. Fotós szerelem. Fotós szerelem, a videófilmje. Ha nem tudod elmondani érzéseidet, hát írd le őket. I don't know how to tell you what I want to tell you. I'll never find the nerve to give you this letter anyway, but I just love you more than words can say. I'm in love. I long to have your arms around me and feel your body against mine. Oh, radical. But be careful. De vigyázz, kinek a kezébe kerül a levelet. Take your hands off my daughter, fruit lips. Oh, it's the mailman. My mother's in there crying, and I hope you're happy. What did she say? I really like it. Michael, she loved it, okay? She looked great. My son's in the next car. He's with my daughter. Well, what do you want me to do? Do it right. Oh, she loved it. Whoa. Yeah, what about you? Me? Oh, I have no standards. I mean, I'd even go out with you. It wasn't good. It was great. You and me, him and her, all together at the same house at the same time. One more thing, little boy. Oh, God. You get her pregnant, I'll blow you. No sacrifice. No reward. Secret admirer. Titkos imádó. Do it right. XXX. OOO. XX. Think I'd write her another one? Derítse ki ön is, ki a titkos imádó. Secret admirer. Forgalmazza a videó. Lovely if we were old. We'd have survived all this. And everything would be uncomplicated and easy. Like it was when we were young. Katie, it was never uncomplicated. Memories like the corners of my mind. Misty watercolor memories. Barbara Streisand és Robert Redford az Ilyenek voltunk című filmben. Katie, what are you selling? Stop! The ROTC, you can have it cheap! Fascist. Two hamburgers, two cheeseburgers, and four Cokes. Onion? Yeah, in the Cokes. Memories may be beautiful and yet, what's
too painful to remember. We simply choose to forget. Look, I don't know when I'll be back. Could you leave a key or... You can't, you can't. I've got steaks and baked potatoes and sour cream and chives and salad and fresh baked pie. I would have made a pot roast. I make a terrific pot roast, but I didn't know whether you ever had pot roast, whether you like pot roast. Anyway, there wasn't time because it really should be made the day before. You can't go yet. You just gotta save for supper. That's all there is to it. What kind of pie? Mustn't be too serious. Videófilmje.